2020. június 1-e van, pünkös hétfő, ismét kerékpártúrára indulunk. Az eddigi videóktól eltérően, vagy az eddigi videós kerékpártúráinktól eltérően most vonattal fogunk eljutni a rajt helyére, ami Kisvárda lesz. Ez lesz a túránk egyik legizgalmasabb része, hogy vonattal hogy tudunk eljutni Debrecenből Kisvárdára. Tegnap este döntöttük el az időjárás függvényébe, hogy akkor ma elmegyünk kerékpártúrára is, és hogy melyik irányba. Megvettem online a vonatjegyet, a kinézett vonatra, ami 7:19-kor indult volna Debrecenből, és 9 órára van Kisvárdán, és akkor ma reggel nézem, hogy hát ezt a vonatot törölték, de 7:40-kor megy a következő. Legjobban a törlés indoka tetszett, hogy a pálya alkalmatlansága miatt törölték ezt a vonatot, de előtte már elment 2 vonat, meg utána 20 perc múlva megy a következő, tehát ez olyan csodálatos indok. Ha mindegy, szóval ez lesz az egyik legizgalmasabb része, hogy eljussunk Kisvárdára. Aztán Kisvárdáról Bakta Loránd háza, illetve nagyon sok kis település érintésével visszagurulunk Debrecenbe. 105-110 km körüli távolság lesz szerintem. Szokás szerint majd sok helyről bejelentkezek. Nyíregyházán vagyunk. Eddig menetrend szerint megyünk, úgyhogy ez egész jól haladunk várakozáson felül, azon kívül, hogy kimaradt a kezdeti vonatunk, ahhoz képest egész jól haladunk. Az egész vagonban mi vagyunk csak ketten Zsuzsával, kerékpárokat elég normálisan le tudtuk pakolni. Nem akasztottuk fel, hanem csak letámasztottuk, gumipókkal kirögzítettük, úgyhogy így tökéletes a kerékpárszállítás módja. Megérkeztünk Kisvárdára, 9 óra 49 perc van, most vagyunk a Sétáló utcán, itt van mellettünk a városháza. Kisvárda egyébként egy 16.000-17.000 lakosú település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az északi részén. A neve azonnal származik, hogy a honfoglaláskor a magyarok itt találtak egy földvárat, és emiatt Várdának nevezték el ezt a települést. És majd később, sokkal később azért, hogy ne lehessen összetéveszteni a tőle 200 km-re lévő Nagyváraddal, ezért megkapta a kis jelzőt, és ezért lett Kisvárda. Mondjuk ezt nem értem, mert azért a Várda meg a Nagyvárad annyira nem összetéveszthető név, de mindegy. Szóval ez a nevének a magyarázata. Tehát 16-17 ezer lakosa van, de egyébként iparilag nagyon fejlett terület. Már a második világháború előtt is az volt. Az ipari foglalkoztatottsága kétszer akkora például, mint Nyíregyházának. És ez annak köszönhető, hogy a második világháború előtt itt a lakosságnak a negyede a zsidó volt, és ők fejlesztették fel ennyire ezt a települést. A második világháborúban az itteni gettóból 4000 zsidót vittek el Auschwitzba. Nekik ugye az ő nagy részük sajnos onnan nem is tért vissza. De utána a szocializmus idejében is ipari fejlesztések itt zajlottak rendesen ezen a területen. Tehát iparilag fejlett településről beszélünk. Az 15. században épült a kővár, aminek a romjai még most is látszanak. Majd azt meg fogjuk nézni. Aztán, amit még szeretnénk megkeresni, az egy kúria, a Diner kúria, ami régen TS iroda volt, most már felújították, vagy most zajlik a felújítása, és ez a Diner kúriához kapcsolódóan van egy Diner kápolna, azt szeretném én megkeresni, és megnézni. Nagyon sok mindent nem fogok itt videózni, Kisvárdán, ez most itt csak a rajt helye, innen gurulunk majd Debrecen felé, és majd kicsit később elmondom a pontos útirányt is, hogy mi lesz az úti tervünk. Kisvárdai várnál vagyunk. Ez a 15. században épült kővár, amelynek a romjait látjuk, vagy a falait látjuk. Ez, emiatt volt ez a település jelentős, mert várral rendelkezett, és egy időben Szabolcs-Szatmárnak is ő volt a központja, és nem Nyíregyháza. A Rákóczi szabadságharc idején
Rákóczi seregei, amikor megérkeztek ide, akkor a környékbeli nemesek ide zárkóztak be ebbe a várba. Aztán mielőtt megtámadta volna őket a Rákóczi serege, akkor megüzenték, hogy hát ők nem akarnak harcolni, ők csak elbújtak, úgyhogy a Rákóczi seregei így elvonultak mindenfajta harc nélkül. Úgyhogy itt van a vár, itt van a sportkomplexum, a Kisvárdi FC-nek a csodálatos stadionja. A Kisvárdi FC az most NB1-es csapat. Az, hogy lett NB1-es, azt most ne firtassuk. Hogy lettem az Őkövesd, meg hogy lett a Felcsút a 12 csapatból. Ennyi kis csapat NB1-es, az egy más kérdés, abban most nem menjünk bele, mert mindjárt a stadion körül is csapunk egy kört. És akkor utána elindulunk a Narcs felé, és közben akkor még megnézzük a Kúriát, meg a Káfonát. Itt látható a vár a másik irányból, és akkor ott pedig a távolba a Kisvárdi FC stadionja. Mindjárt megpróbálunk közelebb menni és körbe menni rajta. Tavaly egyszer itt már körbe tudtunk gurulni, most úgy látom, hogy le van zárva. Nem biztos, hogy be tudunk menni, de megpróbálunk. Itt van a stadion, beosantunk egy kapun. Idegeneknek tilos bejönni, hát mi úgy értelmeztük, hogy mi nem idegenek vagyunk, mi vagyunk. Úgyhogy szépen bejöttünk. Nem tudom, hogy valami esemény lehet, vagy csak edzenek a focisták. Körbe megyünk a objektumon, amennyire lehet. A Diner Kúriánál vagyunk, Kisvárdán. Ez a Diner család egy módos család volt Kisvárdán, és nagyon sok köze van az iparosításhoz, tehát hogy Kisvárda annyira fejlődött a 20. század elején. Nem olyan régi épület ez, mert azt hiszem, hogy 1922-ben épült. Régebben még látszott a római számokkal kirakva, hogy mikor épült, de most úgy látom a felújítás során ez lekerült a homlokzatról. Nagyon hányattatott sorsú volt ez az épület. Szocializmus idején azt hiszem, hogy teljes iroda volt. Aztán le is lakták rendesen. Aztán most a 2000-es évek elején vette meg egy magánvállalkozás, és ő kezdte el felújítani, de úgy látom, hogy a felújítás még most is tart, de szép lesz, igényesen meg van csinálva. Nem tudom, milyen vállalkozás, vagy mi lesz belőle, de örömmel látom, hogy legalább rendbe teszik az épületet, és nem pusztul el, mint sok más kúria. Ennek a Diner családnak az egyik hölgytagja elég korán meghalt, és a család emiatt építetett egy kápolnát, az a Diner kápolna, azt fogjuk még megkeresni. Azt hiszem, hogy a temető bejáratánál van közvetlenül, úgyhogy nem olyan messze van ide. Aztán Kisvárdának az egyik ismert személye a Diner Tamás nevű fotóművész. Nem tudom, hogy egyébként köze van-e a Diner családhoz, tehát hogy nekik a leszármazottjai vagy nem, de ő egy neves fotóművész. Ha már Kisvárda és a híres emberekről beszélek, akkor Kisvárda szülötte Cipő, vagy Bódi László, Mikó István színművész, aztán hogy a mostaniak közül is említsek valakit, Báj Alex zenész, illetve aki talán még a legismertebb, az Béres József, a Béres Cseppnek a feltalálója vagy megalkotója. Az út jobb oldalán itt van a Finanz laktanya, vagy szebb nevén a pénzügyi laktanya. Hát nem tudom, itt az udvarán ezek a kocsik, lehet, hogy ezek a lefoglalt kocsik lehetnek. Elég lelakott állapotban vannak, gondozatlan, hát lehet. Lehet, és ez itt a laktanya. Megérkeztünk a Diner kápolnához. Tehát, hogy az előbb a Kúriánál mondtam, ezt a kápolnát azért emelték, mert a Diner családnak az egyik öltagja nagyon fiatalon meghalt, és a család építette ide ezt a kápolnát. Egyébként az itt a temetőben van, a kisvárdai temetőben. És itt vannak a család tagok is eltemetve, úgy látom. Diner Pál, Diner Béla, Diner Gyuláné, Diner Péter, Bárdi Diner János. És szerintem ő miatt épült ez a kápolna, a Diner Lili, aki 1910-ben született és meghalt 1926-ban. Kisvárdán a temetőben vagyunk, és itt van egy első világháborús emlékmű. Elég reprezentatív. Jó néz ki. És felsorolva természetesen a háborúban meghaltak nevével. Most ezt nem számolom meg, hogy hány, mert elég sokan. És zárójában az azért egyedi, mert ez nem mindenhol szoktam látni, hogy ott vannak az életkorok is, hogy ki hány éves volt.
és hát meglepő módon inkább 30 év alattiak halottak. Hát igen, az átlag életkor 30 alatt van. Egy szemét látok, aki 48 éves, másik 45-42, de az öme az 30 alatt, és akkor még van 17 éves, 19 éves, 16 éves. Hát ez az, amit mostanában mi el sem tudunk képzelni, hogy most panaszkodunk, hogy milyen gondban, meg milyen problémánk van, meg milyen rossz most nekünk élni, és akkor 100 évvel ezelőtt meg világháború volt, akkor azok az emberek hogy panaszkodhattak, vagy azok hogy irigyelnének most bennünket, hogy nekünk milyen gondjaink vannak most. Kisvárda és Anahagy között vagyunk, csodálatos kerékpárúton haladunk. Nem is tudtam, hogy itt ilyen kerékpárút van, tehát ezt a részt azért annyira nem ismerem biciklivel. Bár tavaly itt is jártunk Kisvárdán, akkor Tisza mellett tekeltünk, de akkor nem erre jöttünk, hanem Kisvárdán volt a szállásunk, és mentünk vissza a Tisza mellé. Döge, Cigánd, Dombrád felé. Úgyhogy most Anahacson lesz a következő megállónk, azt szerintem egy kilométer sincs már. Megérkeztünk Anahacsra. Anahacs egy 1700-1800 fős település, Kisvárdától 3-4 kilométerre délre. Két kúria is van itt, a Czóbel és a Teleki. A Czóbel kúriát azt tudom, hogy felújították, és azt tudom is, hogy hol van, ezt meg fogjuk keresni, és meg fogjuk nézni, le is fogom videózni. A Teleki kúriáról nincsenek információ, hogy mi állapotban, azt is megpróbáljuk, vagy azt is megkeressük. Próbáljuk megkeresni, hogy kinyögjem már, amit szeretnék. Úgyhogy Czóbel kúriától jelentkezek vele közelebb. Czóbel kúriánál vagyunk. Ez Anahacson van a polgármesteri hivatal mögött, hogy Kisvárdától jövünk a jobb kéz fele. Itt van egy nagy park közepén, és mögötte is van még egy óriási park. És vele szembe pedig a református templom látható. Ez a református templom 1275-ben épült, gótikus stílusban. Tehát 1275-ben, 750 éve. Hajdú-Bihar megyében nem nagyon látunk ilyen templomokat, mert maximum csak a romjait, mert ott nem maradtak éppen középkori templomok. Itt Szabolcsban nagyon sok éppen maradt. Az, hogy miért van ez így, az egy érdekes kérdés, mert itt is egyébként a tatárok ugyanúgy dúltak, sőt, hát ugye hamarabb értek ide a tatárok, mint Hajdú-Bihar megyébe, de talán az a magyarázata, hogy itt Szabolcsban ez a környék, ez láposabb volt inkább, és a láp miatt nem tudták olyan könnyen megközelíteni ezeket a templomokat. Tehát Kisvárda is a nyírségi homok és a rétközi mocsárvilágnak a határán fekszik. Tehát itt is lápvilág is volt, és emiatt a törökök se, meg a tatárok se tudták felgyújtani ezeket a templomokat, és így éppen maradtak. Tehát 1275 óta. A Czóbel családnak a síremlékei egyébként a református templomban találhatók, és itt a parkban van még hátul valahol Czóbel Minka költőnőnek egy emléke, azt még majd megpróbáljuk megkeresni. Aztán, ha innen tovább mentünk, akkor a másik kúriát is megkeressük. Ez a Teleki kúria. Ezt nem tudom, hogy milyen állapotban van. Arról nem is találtam információkat, úgyhogy így elég gyanús, hogy valószínűleg nincs felújítva. Vagy talán meg sincs az épület, nem tudom. Megnézzük. Itt van a parkban Czóbel Minka költőnőnek az emlékműve, egy kis harang, márványoszlopon. És itt a felirat, nem tudom, ebből mennyi fog látszani. Czóbel Minka születésének 150. évfordulója alkalmából állítatta Anahacs község önkormányzata 2005. június 2. Célod bár fegyesűrű fátyol, vonza magasság, vonza távol, kerülő utakon ne tévedj, fejlődünk kell, csak ez az élet. És fölül pedig
Szóbel Minka, 1855. június 8, 1947. január 17. Sajnos a teleki kúriához nem tudtunk bemenni, itt van valahol a fás részen, tehát itt a fák mögött. Zárt területen belül van. A játszókerten keresztül, meg a futballpályán keresztül lehetne megközelíteni, de ez most le van zárva. Egyébként itt érdeklődtünk helyiektől is, azt mondják, hogy nagyon romos állapotban van, elhanyagolt, nincs felújítva, úgy, mint a Szóbel kúria. Hát sajnálom, de hát, ha egyszer felújítják. Azonnal megérkezünk Gyulaházára. Ha itt egy nevezetességet nézünk meg, de azt még most nem árulom el, előtte elmondom az útvonaltervet. Addig lehet rajta gondolkozni, hogy na vajon ki született Gyulaházán. Annyit elárulok, hogy egy ilyen ember van az országban csak. Úgyhogy körülbelül pár perc múlva ezt is el fogom mondani ki ő. Előtte ismertetem akkor az útvonaltervet, tehát Debrecenből vonattal Kisvárdáig jöttünk, majd Kisvárdától délnek tartunk, először Anarcsót, most megérkezünk majd Gyulaházára, utána Nyírkárász, utána Petneháza, majd Laskod, Baktolórántháza, Ófehértó, Máriapócs, Kisléta, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihályi, Nyírarony, Hajdúsámson, és Debrecen, ez az útvonal tervünk. Ez körülbelül egy 110-115 kilométeres útvonal, és most nem kör, mert ugye most A pontból megyünk B pontba, és az A pontba vonattal jutottunk. Úgyhogy ez most ilyen egyedi az eddig videókhoz képest. És nem sokan megérkezünk majd a Gyulaházán, a Gyulaháza legismertebb emberének a szülőházához. Megérkeztünk Gyulaháza legfőbb nevezetességéhez, Farkas Bertalan, magyar űrhajós szülőházához. Itt van ez a háza, az ő szülőháza. És mellette pedig itt van egy, azt hiszem, MiG-21-es repülőgép, mivel ő ugye egy vadászpilóta volt, mielőtt űrhajós lett. Farkas Bertalan 49-ben született itt, ebben a házban, és Kisvárdára a Berzsenyi gimnáziumba járt, majd után katonai főiskolára került, és 1977-ben jelentkezett űrhajósnak, Magyari Bélával együtt, és végül Bajkonurba képezték őket űrhajósnak, és úgy alakult a sora, egyébként képen is látszik, úgy alakult a sora, hogy ő lett a kiválasztott, tehát ő repülhetett fel a világűrbe. Azt hiszem, hogy a parancsnokát Kubaszovnak hívták, és a Soyuz 36 űrhajóval 1980. május 26-án szálltak fel, és 7 nap valahány óra után, 1980. június 3-án tértek vissza. Tehát 7 nap valahány órát tartózkodott az űrben, és hát ugye ő az egyedüli magyar, aki az űrbe feljutott. Volt még utána ugye a 2000-es évek elején, nem is tudom, próbálkozásnak nevezzem, vagy lehet ezt próbálkozásnak nevezni, az Anetka nevű média személyiség, ugye ő szeretett volna az űrbe jutni, de oda nem jutott, amúgy nem tudom, hogy hova jutott el, de hogy az űrbe nem, az tuti, tehát ő szeretett volna még űrhajós lenni. Aztán Farkas Bertalan ugye mindenfajta kitüntetést megkapott ezután, hogy visszatért az űrből, már azt hiszem, hogy dandártábornok fokozata van, és 96-97-ben Washingtonban repülési attasé volt, és ott 97-ben ittas vezetésen kapták, és akkor visszarendelték Magyarországra, és utána hamarosan nyugdíjazták is. Majd a 2000-es évek elején
egy repülési társaságot alapítottak, abban részt tulajdonos, majd utána talán vezető is lett, és 2014-2015 között a külügyminiszter úrnak, Szijjártónak volt tanácsadója, de csak egy éven keresztül. Utána már nem lett az. De most is azt hiszem, hogy valami űrhajózási hivatalban létrehozza Magyarországon, és ott talán ő is közreműködik. Egy hölgy a vezetője ennek az űrhajózási hivatalnak, most a neve nem jut eszembe. Egyébként itt van egy Gagarin emlékmű. Ugye Gagarin 1961-ben meghalt egy próbarepülés során, vagy a földre való? Azt hiszem próbarepülés során. De ő volt az, aki először a világűrbe repült. Egyébként ez a MiG-21 egy elég monumentális repülőgép. Bár fene tudja, hogy ki kisebbnek, ki nagyobbnak gondolja. A 1980-as Lajstrom számú. Hát ez szerintem azért van, mert hogy a Farkas Bertalannak az űrrepülése akkor volt, 1980-ban. Közben itt oldalról bemerészkedek egy kicsit. A szülőházhoz, bár most zárva van, de hát ha nem zavarnak ki innen. Itt a hajtóműnek van valami része, úgy látom. Tehát itt van egy űrhajózási kiállítás. Repüléstörténeti és űrhajózási kiállítás. Nem tudom, hogy üzemel ez. Vagy most csak a vírus veszély miatt van zárva. De itt van egy ilyen brutál nagy hajtómű valami. Ami most elég sötétben van, és nem tudom, hogy mennyi fog belőle látszani. Meg hogy ez tényleg valójában az-e, vagy csak egy utánzat. Kicsi kontraszt, de érdekes. Itt van az óriási hajtómű, és fölötte egy kis madáretető. Jó. Tehát Gyulaházának ő a leghíresebb szülötte. Itt most megyünk tovább. A következő település az Nyírkárász. Ott is meg fogunk állni, mert ott is megnézünk egy nevezetességet. Most épp nem süt a nap, hanem szakad az eső. De szerencsére be tudtunk állni megint fedett helyre. Szuper jó volt az időzítés. Gyanús is volt, mert jobbra esett az eső, balra esett az eső, hátunk mögött esett az eső, és egyszer csak utolért. De szél szerintem elég hamar elfújja, és akkor utána tudunk tovább haladni. Remélem. Nyírkarászon vagyunk, és nem Nyírkárászon, ahogy eddig mondtam. Itt egy nevezetességet találtam a két templom mellett, ugye van egy református, meg egy katolikus templom, van egy földvár, ami állítólag látogatható állapotban van, és még vigyáznak is rá, gondoskodnak róla, úgyhogy most azt fogjuk megkeresni. Túl vagyunk egy heves kis esőn, szerencsére be tudtunk húzódni egy élelmiszerbolt felett teraszára, úgyhogy nagyon jó volt az időzítés. Nem tudom, hogy a földvárnál nem-e sárvár lesz véletlen az eső után, de meglátjuk. Megérkeztünk a földvárhoz. Van itt egy rövid kis leírás egy emléktáblán, egy faragott fa emléktáblán. A mély árokkal és sánccal védett fa-föld szerkezetű várat a 13. század utolsó negyedében építette a Karászi család. A karásziak az 1330-as évek közepére elveszítették Szabolcs megyei birtokaikat, közöttük a központjuknak számító Karászt is. Az új birtokosok, a Perényiek, a várat már nem használták, melynek következtében rövid idő alatt elpusztult. Csak most bemegyünk a földvárhoz. Itt egy sáncon kell átmenni, úgy látom. Közte van egy mélyedés, és a közepén pedig kiemelkedik egy kis domb, és annak a közepén van egy fa szobor. Igen, hát ez egy ilyen picike kis földvár. Körülbelül egy 100 méter átmérőjű az árok. Most, hogy esett az eső, jó csúszós a
fa járda. Úgyhogy a hanyat vágom magam, az szép videós felvétel lesz. Eddig megúsztam. Most indulok fölfelé. Egy könnyebb. És itt van egy szobor a közepén. Nyírkarász község képviselőtestület állítatta 2002-ben. Ahhoz képest a tető már elég rossz állapotban van. De maga a szobor az elég egyedi. Jó így eső után a bokáig érő fűbe sétálni. Legalább a cipőm is vizes lesz. Na, megyek vissza. És akkor megyünk tovább. Petneháza, vagy Nyírjákó. Már most nem is tudom, melyik a következő település. Az előbb a felsorolásnál Nyírjákót el is felejtettem említeni. De majd fogjuk érinteni. Most nem tudom, melyik következik először. Pár szót arról, hogy miért is ezt a úti tervet választottam mára. Az időjárás előjelzés, vagy inkább úgy mondom, időjárás jóslás alapján mára 0% esélye volt az esőnek. Hát ez nem jött be. Aztán erős, viharos északi szelet jósoltak 20-22 km-es átlaggal. Ez bejött, mert körülbelül így is van, és 40 km-es széllökésekkel. Na most ez északi szél, akkor úgy voltam vele, hogy hát most nem lenne jó észak felé haladni, se a túra elején, se a végén. És akkor nekem már régen terve volt ez véve, hogy vonattal feljünk Kisvárdára, és innen legurulunk Debrecenig. És akkor ez most így kapóra jött, mert ugye Kisvárdáról Debrecen fele az dél irányba kell szinte végigmenni, majd Baktaló rendháza után kell kicsit délnyugat felé kanyarodni. Tehát ez ilyen szempontból ideális, úgyhogy ezért választottam már ezt a programot. Az eső az ugye nem volt bekalkulálva, gyanús is volt, mert hogy Kisvárdáról is elindultunk. Balra néztünk, esett, jobbra néztünk, esett. Tükörbe láttuk, hogy mögöttünk szakad, előttük nem esett, de hát ez a 20-22 km/h szél, ami felhőket valószínűleg még gyorsabban mozgatta, elég hamar idehozta a felhőket, úgyhogy csak átment fölöttünk egy zápor, de szerencsére ezt a boltnál felett helyen átvészeltük. És most itt van előttünk ez a nagy zápor felhő. Reméljük gyorsabban fog haladni, mint mi. Sőt, mögöttünk már süt a nap, úgyhogy reméljük, hogy ez a napsütés fog bennünket utolérni. Úgyhogy most haladunk tovább. Na, vagy Nyírjákó, vagy Petneháza, én ezt most már nem tudom. Új aszfaltozott út Nyírkarász és Petneháza között, mert közben kiderült, hogy Petneháza lesz a következő település. Szuper jó rajta haladni. Világosodik is, felhő elvonul dél felé. Úgyhogy ezután csak jó idő lesz. Reméljük. Most érkezünk meg Petneházára. A település a nevét onnan kapta, hogy a 14. században élt itt egy család, a Terecse család, és nekik volt egy fiúk, a Péter vagy Petene, és a Péter háza, és a Petene háza, Petne háza, így alakult ki ennek a településnek a neve. Egyébként ez a település egy 1800 fős település Kisvárdától délre 20 km, Baktaló rendházától északra 7-8 km-re. A Baktaló rendházi járáshoz tartozik. Nevezetességét nem találtam itt semmit. Itt most elkanyarodunk Laskot felé. Ott is szétnézünk, az vagy másfél kilométer ide. És utána ismét visszaérkezünk majd Petneházára. Laskodon vagyunk. Laskod Petneházától nyugatra lévő kis település. 3 kilométerre körülbelül egy 980 fős település. Zsák település.
A református templom a 13. században épült, ami most itt előttünk van. Jobban a református templomnak a nyugati része, tehát maga a torony része, az épült a 13. században, és a bővítménye az pedig 1830 körül épült. Szép kis gondozott park van előtte, első világháborús emlékművel, 1848-as kopjafával, kis játszótérrel, szerintem mellette a polgármesteri hivatal lehet. Szép kis csendes település, ugye nincs átmenő forgalom, mivel zsák település. Innen vissza fogunk menni Petneházára, és úgy fogunk Bakta Lórend háza fele tartani. Petneháza és Bakta Lórend háza között vagyunk, és meglepetésünkre kerékpárút van. Elég messze a főúttól, szerencsére köztünk még van egy fasor is, úgyhogy viszonylag csendes és árnyékos is. Nagyon jó minőségű, úgyhogy jól lehet rajta haladni. Megérkeztünk Nyírjákó településre, eddig tartott a kerékpárút, úgyhogy most fölhajtunk a főútra. Megérkeztünk Bakta Lórend házára. Bakta Lórend háza egy 4000 fős település a 41-es főút mellett. A 41-es főút az Nyíregyháza és Vásárosnamény között vezet. Vásárosnaménytől körülbelül 20 km-re, vagy Nyíregyházától meg 30-ra. A település két település összeolvadásával jött létre 1932-ben. Nyírbakta és Lórend háza településekből olvadt össze. Amit itt most meg fogunk keresni, ez a Degenfeld kastély és annak a parkja, ezt szeretnénk megnézni, ha látogatható. Ilyen Degenfeld kastélyt már láttunk, hogy valamelyik videómban is benne van, mikor tégláson megnéztük, úgyhogy ezt majd ilyen jó felülre fel fogom tenni a linkjét, és ha rákattintesz, akkor meg tudod nézni. Bakta Lórend háza központjában vagyunk, itt van jobbra a Degenfeld kastély, ami sajnos nem látogatható. Nem tudom, hogy egyébként sem látogatható, vagy most a vírus veszély miatt, mert nem tudok választani, bár ugye az érdekes dolog, hogy strandra lehet menni, de mondjuk egy műemléket nem lehet látogatni. És itt van velünk szemben a római katolikus templom, amit a 13. században építették a torony részét, román stílusba. És a bővítést az valamikor később. Tehát ismét egy 13. századi templom. Szabolcs megye tele van 13. századból származó templomokkal. Nem tudom, hogy tudtak-e mondani még egy olyan országrészt vagy megyét, ahol ennyi régi műemlékünk van. És erről valahogy nem nagyon szólnak a híradások. Nem nagyon hallasz erről, hogy ide még el lehet jönni és megnézni 13. századi templomokat. Nagyon jó állapotban. Csodálatos kis templom, mondjuk mögötte az eget ne nézzétek, hogy milyen felhők vannak, ismét elkapott bennünket egy eső, de nagyon jó időzítéssel ismét fedett helyre tudtunk vonulni. Épp itt volt egy kormányablak, aminek volt egy előtetője, és oda be tudtunk húzódni, hanem végre van értelme a kormányablaknak. Most megyünk, keresünk egy kávézót, és utána indulunk tovább Ófehértól felé. Megérkeztünk Ófehértóra. Ófehértó, Bakta Lórend háza és Nyírbátor közötti település. Az első írásos említése a Váradi Regisztrumban történt meg. Ha nem tudod, mi az a Váradi Regisztrum, akkor nézd meg az előző videómat, vagy felteszem ide a jobb felső sarokba a linkjét. Egyetlen nevezetességét találtam a templomokon kívül, hogy 1950-ben lehullott itt egy meteorit.
amelyik valamelyik múzeumban tekinthető meg. Itt haladunk most tovább Mária Pócs felé, ahogy a piroska átmegy előttünk, megyünk is tovább a fénycsalompónál, és Mária Pócs következő megálló. Ófejértő központjában vagyunk. Találtunk itt egy kis parkot, ahol van egy szép kis emlékmű. Öt emlékműből álló alkotás. 1848-49-es szabadságharc. 1914-18-as első világháború. 1920 június 4 Trianon. Tetején egy turulmadár. Második világháború 1939-1945 és az 56-os forradalom 1956. Szépen időrendi sorrendben, nagyon szépen meg van csinálva, körbe parkosítva növények, és még itt a domb tetőn is van valami. Ott is van egy kis pihenő parkokkal. Szép. Ízléses, vízvételi hely van. Jó néz ki. Ófehértó és Mária Pócs között vagyunk. Most megyünk át az M3-as autópálya fölött. Picit lélegek. Az előbb megálltunk egy kávét inni Baktaló rendházán. Térdemmel sikeresen leteszteltem, hogy milyen kemény a térburkolat. Kemény. Álló helyzetben oldalra borultam. Nagyon groteszk jelenet volt szerintem, tehát nem menet közben, hanem már megállt. Le akartam menni a lábom, persze az beakadt, és akkor álló helyzetben oldalra. Megérkeztünk Mária Pócsra. Erről a településről már most nem fogok beszélni. Az egyik előző videómban beszéltem. Ha nem tudod melyik az, akkor kiteszem ide jobb felülre a linkjét, kattints rá és nézd meg. Megérkeztünk Debrecenbe. 134-135 km lesz a teljes távolság. 3-4-8. Ahhoz képest, hogy Kisvárdáról 4-12-kor indultunk, egész jó teljesítmény. Remélem tetszett a videóm. Ha igen, akkor iratkozz fel, lájkold, oszd meg, kommentelj, vagy amit szeretnél. Szia!